Köszöntöm a Kölcsey televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben, mint megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Diósgyőr ellen búcsúzik hazai közönségétől a Spari. Bekerült az MKOS elnökségébe Sitko Ernő. 8 érmet szereztek a világbajnokságon az újfehértói kempúsok. Másodikok lettek a Diákolimpián a Vasvályöröp labdázói. Baptista sakkupának adott otthont nagyhalász. Ovi foci pályát adtak át Kékcsén. Rangadóval búcsúzik hazai közönségétől a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese az NB 29. fordulójában a Diósgyőrt fogadja. A mérkőzés szombaton 6:30 kezdődik a Városi Stadionban. A meccsel búcsúzunk az évtől. Úgy érzem, hogy nagyon szép tavaszt élünk meg Nyíregyházán. De mindenképpen föl kell tennünk az írra pontot, és ez csak 3 ponttal lehetséges, illetve jó játékkal. Óriási várakozás bennem és a játékosokban is, a szurkolókban is. Úgy érzem, sokan lesznek a meccsen, és hatalmas élménnyel szeretnénk őket gazdagítani. Milyen formában a csak ugye szombathelyen 2 gólos vereséget szenvedtetek, de a játékképe alapján benne volt a mérkőzésben a pontszerzés? Ahogy a bemaradásunk eldőlt, egy picit olyan felemás formát futunk, hiszen volt az elmúlt 2 fordulóban ugyan Újpesten itt nagy jó meccsünk, de szintén 0 pontosak lettünk, illetve szombathelyen nem voltam a csapat elégedett, gyengén játszottunk, itt a lehetőség arra, hogy most elfelejtessük a nézőkkel. Úgy érzem, ha most nyerünk, akkor az egész tavaszunk arról fog szólni, milyen nagyon szépen szerepeltünk és milyen reményesek voltunk. Van egy olyan ügy, ugye a nevezés indulás kérdése, ami minden bizony azért rányomja a hangulatra a bélyegét. Mennyire befolyásolja ez a fejeket? Ez még szombathelyen téma lehetett, de a hét eseményei azt igazolják talán, hogy a licenszünk rendben lesz. Ezt elmondtam a korábban is, hogy semmiféle tartozás a klubnak nincs senki irányába. A papír munka még hátra van, de úgy érzem, jövő kedre ez is teljesen le lesz tudva, és csak a meccset tudom ma foglalkozni. Egy ilyen meccsen mindenki pályára akar lépni, ugye vannak súlyosabb sérültek, kik azok, akik semmiképp nem játszhatnak? A Pákolic Dávid sajnos semmiképpen nem fog szerepelni, rajta kívül egészséges mindenki. Abdulnak van egy kisebb fajta hátfájása, ő még kérdéses, de a 2 említett játékoson kívül teljes kerettel készülünk. Bekerült az MKOS elnökségébe Sitko Ernő, a Marsolyn KK szakmai igazgatója. A korábbi 149-es válogatott játékos elmondása szerint azért dolgozik majd a testületben, hogy a magyar kosárlabda erőrébb lépjen a nemzetközi rangsorban. A kosárlabda az, amiben eddig is éltem, és úgy érzem, hogy ez az a terület, ahol a legjobban tudom érvényesíteni talán tapasztalataimat és a tudásomat, és szerettem volna természetesen minél előrébb kerülni a ranglétráján a kosárlabdának, hiszen szeretnénk elérni azt, hogy Nyíregyházán egy igazi kosárlabdabázist tudjunk kialakítani, egy olyan csapatunk legyen, amelyik folyamatosan a 8 közé kerül, és úgy gondolom, hogy a magyar kosárlabdáért is folyamatosan tenni kell. Szeretnénk, hogyha ugyanolyan, hát annyira nem azt akarom mondani, hogy magasságokban, de mégis egy picit magasabb területre emelkedhetne vissza, és részt vehetnénk az Európa-bajnokságokon, és ott lehetnénk a világ kosárlabdázásában. A szövetség elnöke maradt Szalai Ferenc, viszont meghirdetett a szövetség egy új programot, vagy folytat egy programot, amelynek a szlogenje az, hogy a mennyiségből a minőségbe. Ez mit jelent? Igen, hogyha azt nézzük, hogy a TAU lehetőségével, illetve a dobdokosára akcióval elindult egy nagyobb bázis kialakítása, akkor úgy gondolom, hogy elérte most már a magyar kosárlabdázás azt az időszakot, amikor a bázisból, a nagyobb mennyiségből át kell, hogy alakuljanak jobb minőségi játékosokká, hiszen mindenképpen ez lett volna a cél a mennyiségi fejlesztéssel is. Ahogyan az előbb említettem, szeretnénk, hogyha ott lennénk az Európa-bajnokságokon, szeretnénk, hogyha ott lennénk a Nemzetközi Kupában, jó lenne, hogyha a magyar csapatok, illetve a magyar válogatott meghatározó szerepet tölthetne be Európában. Ez sajnos nem 1-2 év munkája lesz, ehhez idő kell, ki kell, hogy harcoljunk egy bizonyos respektet, amit a sportban mindenképpen végig kell járni ezt a ranglétrát, de bízom abban, hogy el tudunk indulni egy úton,
és néhány év múlva eljuthatunk oda, hogy nem az lesz a kérdés, hogy szerepelünk-e az Európa-bajnokságon, itt akár női és akár férfi csapatokra gondolok. Ugye a nők azok gyakrabban ott vannak, sajnos mi a férfi mezőnnyel elég ritkán tudunk szerepelni, ugye 69-99 és azóta sem. Tehát el kellene érnünk azt, hogy ott tudjunk lenni, és felkerüljünk a Európa és a világ kosárlabdázásának térképére. A férfi szakágat leginkább foglalkoztató kérdés most a légiósok száma következő szezonra, és felmerült a létszámemelés kérdése is. Neked mi az álláspont ebben a két témában? Ez érdekes dolog, légiósok kérdése. Ugye légiós most is elég sok játszott. Hármat határoztak meg, hogy három légiós játszhat a magyar bajnokságban, viszont minden csapatban volt 2-3-4 honosított játékos, akik ugyan rendelkeztek magyar útlevéllel, de ők honosítottak, tehát nem Magyarországon nevelkedtek. Igazából egy olyan szabályt szeretne a szövetség elfogadni, ahol az utánpótlásban eltöltött időszak határozná meg, hogy ki az, aki nem jó kifejezés ez, hogy magyar játékosnak, hazai játékosnak, vagy külföldi játékosnak számít. Meglátjuk, hogy fog dönteni az elnökség. Mindig amellett kardoskodtam, hogy adjunk lehetőséget a magyar játékosoknak, és próbáljuk ezt mesterségesen is kierültetni. Viszont nem biztos, hogy azt a hatást értük el. Van fölnevelkedett egy olyan nemzedék, akik úgymond érdemtelenül próbálnak kiharcolni komoly fizetéseket. Meglátjuk, hogy mi lesz a legjobb döntés. Ugye attól, hogy hány légiós fog majd játszani a csapatokban, attól az is függ, hogy hány csapat indulhat majd a bajnokságban. Felvetődött, hogy esetleg a nagyobb létszámmal indulnál a következő évben a bajnokság, aminek személy szerint én örülnék, hiszen annak örülök, hogyha az A-csoportos kosárlabdázás minél több városba juthat el, illetve a középszakasz elhagyásával a mérkőzések száma sem emelkedne, csak a helyszíneknek a száma lenne több Magyarországon, de a jövő héten lesz az első elnökségi ülés, és akkor fog majd pont kerülni ennek a végére, hogy hány csapattal és hány légióssal, vagy hány nem Magyarországon nevelkedett játékossal indulhat el a következő bajnokság. 4 arany és 4 ezüstérmet szereztek az újfehértói kempusok a törökországi világbajnokságon. Lovas László, Szabó Tibor és Pásztor Ádám teljesítményét az újfehértói önkormányzat egy ünnepség keretében ismerte el. Mi a kempó? Egy sportág, egy harcművészeti ág, egy életforma, vagy mind a három együtt? Mind a három együtt. Ez az esemény, ez a sport részét jelenti. Itt ugye egy világbajnokságon vettek részt a fiatal harcosok Újfehértóról, remek eredményekkel. De természetesen a kempónak van egy harcművészeti ága, és a kettő együtt nem működik hosszú távon, hogyha ezt az ember nem életformaszerűen űzi. Mit kell tudni magáról, a kempóról, mikor honosodott meg Magyarországon? Kempó 1966-ban jelent meg Magyarországon, és a 70-es évek közepétől, 80-as évek elejétől nevezhetjük azt, hogy a Kempó Szövetség létrejött, és elkezdődött a kempó oktatás Magyarországon. Mennyien űzik Magyarországon a kempót? Hány ilyen az Újfehértóihoz hasonló műhely van? Közel 6000-en űzik ezt a sportágat, harcművészet irányzatot Magyarországon. Magyar Kempó Szövetségnek közel 30 klubja van országszerte, mondhatjuk azt, hogy az égtájnak megfelelő minden irányba. Elhangzott, hogy nagyon jól szerepelt a törökországi világbajnokságon a magyar válogatott, ez mit jelent? 41 országból a másodikak lettünk az összesített csapateredményben. Ugye itt egy világkupa van a 16 év alattiaknak, és egy világbajnokság a 16 év felettieknek. A világkupát minden számba megnyertük, tehát a technikaiba, a küzdelmébe és az összesítettbe. A felnőttbe technikaiba egy első helyet, küzdelembe egy harmadik helyet, és így összesítettbe egy ezüstérmet szereztünk, ami egy remek eredmény, látva a román, az orosz, a moldáv, a holland, az amerikai, az azeri csapatokat, oda tették magukat a fiúk. Igaz, hogy egy nagyon kemény felkészülési időszakon vagyunk most már túl, vége a világbajnokságnak, most egy kis lazítás, de jövő héten egy újabb verseny Budaenőn, és nyáron edzőtábor a Balaton partján. Magyarország rendez ebben az évben jelentősen nemzetközi versenyt. Lesz egy délvidék kupánk Szegeden, ez is egy nemzetközi verseny, illetve az Európa-bajnokságot december elején Budapesten vagy Budaörsön fogjuk megrendezni, a helyszín az még kérdéses. Milyen perspektív előtt áll a Kempó Magyarországon? Úgy látom, hogy egyre jobban fejlődik, példa erre újfehértói csapat is, ahol közel 20 kempóka ez hétről hétre, hónapról hónapra, és ezek azok az eredmények, ezek azok a harcosok, akik be tudják vonzani
a helyüket még meg nem találó fiatalokat, akik érdeklődnek az önvédelem, érdeklődnek a küzdősport, illetve az ilyen irányú életforma iránt. Milyen múltra tekint vissza Újfehértóna Kempó? Több mint 10 éve működik Újfehértóna Kempó harcművészet. Azelőtt ugye nem Kempó volt a nevünk, hanem Tájcsi néven működtünk. Az előző edzőnk meghalt, sajnos egy éve volt most, a májusban történt a tragikus baleset, és mi szülők átvettük ezt az egyesületet, csináltunk egy új névvel egy egyesületet, és mi működtetjük tovább. Mennyien űzik ezt a sportágat jelenleg itt a városban? Körülbelül 20-an vannak a sportolók, ebből olyan 10-12 fő, aki jár versenyekre aktívan, és a 7 évesre 24 éves korig. Mit ad ez a sportág azoknak, akik űzik? Azt szokták mondani, hogy ez a kempó ez egy életforma, mert ez a kempó ez egy összefoglalja magában az összes harcművészetet, tehát itt megtanulnak egymást tisztelni a gyerekek, és ez a további életbe is tartást fog nekik adni, és szerintem sikeresek lesznek ezek a gyerekek, akik ezt űzik. Az elmúlt évben is idén is nagyszerűen szerepeltek a világversenyeken a srácok, mennyi munka van e mögött? Rengeteg munka van. Igaz, heti 2 edzés van nálunk, azon felül járunk Budapestre, néha Felcsútra, ott is vannak ilyen válogatott edzések, és rengeteg versenyen veszünk részt, és arra nagyon sokat kér, tehát nem csak a heti 2 edzés, mikor versenyre készülünk, akkor szinte minden nap készülünk a versenyre. Ezek a sikerek jelenthetik-e azt esetleg, hogy még többen csatlakoznak majd az egyesülethez? A sportolók nagy része ugye átiskolás, és a iskolai diákok, ugye osztálytársak ugye jönnek sorba, ők is szeretnék ezt a sikert elérni, és egyre többen jelentkeznek az egyesületben. Mikor és minek hatására ismerkedtél meg a Kempóval? Egészen kiskoromban ismertem meg Zsó Mihály mesterünket, még óvodás koromban. Mozgékony gyerek voltam, és semmi különösebb okból, de elkezdtem járni, és azóta is folyamatosan megragadtam. Mi fogott meg ebben a sportágban? Igazából ebben a sportban minden megvan, amit kereshetek, mert küzdősport, ami a lényeg, ami nekem a kedvencem, de azon belül mindenféle light contact, full contact, semi contact, pont küzdelmek, erős, könnyebb küzdelmek. Nagyon sikeresen szerepeltetek a törökországi világbajnokságon, mesélj egy kicsit a VB-ről. Erős mezőny volt nagyon, de sikerült idén is szemikontaktból aranyérmet szereznem. Már imádom a harmadjára világbajnokságon, felnőtt kategóriában. És erős ellenfelek voltak. Csapattársammal összekerültem, Lacival. Nagyon ügyes volt ő is, meg Tibike is. Kimondottan büszke vagyok az egész csapatra, hogy így tudunk teljesíteni ilyen edzések mellett, hogy én tartom ott itt a Újfehértón, de nagyon összeszedett és tehetséges gyerekek ezek. Nagyon fiatal vagy, még milyen tervei, milyen álmaid vannak? Egyelőre szeretnék elvégezni egy rendészeti iskolát, de mindenképpen visszatérek Újfehértóra, mert persze jelentkeztem, de ezt nem szabad annyiba hagyni, úgyhogy egy edzői vizsgát majd le fogok tenni most érettségi után, és folytatjuk az edzősködést, meg a versenyzést is. A második helyen végzett az 5. korcsoportos diákolimpia országos döntőjében a nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium lányröplabda csapata. Balog István együttese 4 győzelem mellett 1 vereséget szenvedett Szegeden. Milyen úton jutott el a Vasvári 5. korcsoportos csapat a szegedi országos döntőig? A Vasvári Gimnázium csapat a szokásos módon megnyertük a megyei döntőt, és a megyei döntő első területi beosztást kerültünk, és területi döntőt megnyerve szokásos módon az országos döntőbe kerültünk el. Milyen célokkal, reményekkel utaztatok Szegedre? Ismertük a mezőnyt, tavaly a csapat második volt, titkon bíztunk abba egy dobogós helyet, de én inkább egy első helybe bíztam. Hogyan alakultak a mérkőzések? A csoport mérkőzésénk során az első meccset a Szegeddel mérkőztünk, simán győztünk, második Szombathely volt. Őket is megvettük, és a harmadik mérkőzés volt a Kecskemét. Kecskemét tavaly első volt, titkos favorit volt, és bíztunk abban, hogy a Kecskemétre játszunk a döntőt. Viszonylag simán megvettünk a Kecskemétet 3-1-re, és utána keresztjátékba újra győztünk, és a döntőben a Békés Csabával találkoztunk. Úgy gondoltuk, hogy a Békés Csaba talán gyengébb, mint a Kecskemét, és egy szoros 3-2-es mérkőzésen kikaptunk sajnos. A kulcsjátékosaink döntőre elfaradtak, és sajnos ez kevés volt ahhoz, hogy többiek hozzák magukat.
Milyen erősségű volt egyébként a mezőny, milyen erősségű ez a korosztály röplabdában? Úgy érzem, erős mezőny volt, minden csapatnak volt korosztályos váltott játékosai. A játékosok egymást ismerték, itt a Nyíregyházi, a Kecskemétiek, a Békés Csabik, tehát ezek sok edzőtábor részt vesznek, tehát tudtuk az erőviszonyokat, és azért volt meglepetés, hogy a Békés Csaba nyerte, holott a többi csapatok esélyesebbek voltak. Úgy gondolom az első háromba bekerültünk, de én azon belül egy elsőért szerettem volna megcsípni. Ebben a csapatban többen tagjai az akadémiai osztálynak. Lehet látni a lányok fejlődésén, hogy többet edzenek a korábban szokásosnál? Igen, egyetemre lehet látni, tehát Balázs István kollégám az akadémiát viszi, és az is a probléma, hogy itt akadémiából, az én ifi csapatomban, tulajdonképpen három csapatból jött össze ez a keret, és a hiányosak kijöttek a mérkőzéseken, tehát a passz feladók, az ütőkkel nem nagyon találták a hangsúlyt, mivel edzésünk elég kevés volt, így ott a mérkőzések közepén kezdtünk csiszolódni, és ez meg is látszott a végén. Tehát tanulság ebből, hogy meg kell kezdeni korábban a közös edzéseket. Játékosok külön-külön edzenek, és itt sajnos nem ismerik annyira egymást, mint ahogy kellett volna. Mennyien maradnak ebből a korosztályból jövőre az ötödik korcsoportba, és milyen esélyekkel lépnek egyen feljebb, akik feljebb lépnek, tehát milyen erőségű lesz az ötödik korcsoport egy csapat? A Vasfali Gimnázium hagyományok óta országos döntő meghatározó csapatát képviseli. Ebből a csapatból kettő játékos fog kimenni, de az akadémiára fog tulajdonképpen jövőre is a hangsúly kerülni, és az a szomorú, hogy jövőre igazán számottabb röplabdás nem jön a gimnáziumunkba. Úgyhogy úgy gondolom nehezebb lesz, de a zöm, a mag az megmaradt. És úgy gondolom, hogy az első három hely jövőre is meg kell szerezni. Van-e esetleg valamilyen nyári közös program? Hát mivel ez a osztály, tehát három csapatból áll, mindenki a saját csapatával, gondolom edzőtábor csinál, én is edzőtábor, akadémia, az ifjúsági korosztály, úgyhogy együtt nem nagyon tudunk dolgozni, külön-külön dolgozik mindenki, és majd diákolimpia előtt összeállunk. Az elmúlt hétvégén nagy halászatot otthont az országos baptista sakupának, amilyen közel 160-an ültek asztalhoz. Harmadik alkalommal ad otthont a nagy halász az országos baptista sakkupának. Mennyien, honnan érkeztek a résztvevők? 27 iskolából érkezett 160, közel 160 tanulónk. Emellett természetesen a kísérőknek is lehetőséget adunk arra, hogy játszhassanak. Ők többen vannak, mint 12-en. Milyen múltra tekint vissza az intézményben a sakk? 3 éve kezdtük el először a sakkoktatást, illetve akkor kezdtük az első országos baptista versenyt is Nagyhalászba, tehát 3. alkalommal szervezzük meg. A múltra valóban eddig is oktattunk sakkot, de csak szakkör formájában, eredményeket értünk el. De 2012 után, miután a szeretett szolgálat átvette az iskolát, azóta indult meg intenzíven a sakkoktatást. Ma már órarendben tanítjuk a sakkot, első-második évfolyam a felmenő rendszerben. Az intézmény tagja a sakkpalota programnak, ez milyen hatással van magára az oktatás és a gyerekekre? Referencia intézménye vagyunk a Polgár Judit féle sakkpalotának. Ez valóban egy nagyon nagy eredmény részünkről, hiszen szerves részei lehetünk egy országos programnak. Azóta havonta egy hetet Velencén töltünk el a gyerekek, ahol nemzetközi nagymesterek segítik a munkánkat. Egyébként mennyien foglalkoznak valamilyen szinten a gyerekek közül sakkal az iskolában? Első-második évfolyam mindenkinek kötelező órában van beiktatva. Ezen felül természetesen a sakkszakkörökön több gyerekünk van, több mint 40 gyerekünk foglalkozik intenzíven sakkal. Egy sportágról van szó, tehát azért számon tartják az eredményeket is, mire lehet büszke az iskola? Eredményeink az idén kimagaslóak, hiszen 18 gyerekünk jutott be országos döntőbe, diákolimpiára. Ezen felül voltunk egy külföldi megmérettetésen, Olaszországba, Arkóba, ahol a gyerekeink élőpontos felnőtt versenyzőkkel versenyezhettek, és egy előkelő második helyezést hoztak el. Sakkon kívül milyen sportágokat űzhetnek az itt tanulók? Emellett természetesen más lehetőséget is adunk a sakk mellett az iskolának. Tollaslabdában vagyunk még tehetségpontok, ahol a gyerekeink országos versenyre is bejutottak, középmezőnybe végeztek. Ezen kívül természetesen szervezzük a focisulin belül, ahol szeretnénk egy sporttagozatos osztályt létrehozni, de nem csak sportban, hanem más lehetőséget is biztosítunk gyerekeinek. Így a néptáncban vagyunk tehetségpont, angolban vagyunk tehetségpont, valamint a drámában vagyunk tehetségpontok. Az, hogy ilyen lehetőséget tudnak kínálni a gyerekeknek, sokat számít abban,
hogy mennyien jönnek az intézményen, mennyien választják az intézményt? Természetesen a normatíva sokat jelent. Jelenleg 420 tanulónk van, és ebből a normatívából, vagy ebből a juttatásból természetesen sok mindenre jut. Látjuk a költségvetésünket, hogy mire költünk, és így sokkal könnyebb, egyszerűbb a gyermekek utaztatása, a versenyeken való részvétel is. Közel 160 gyerek sakkozik itt ezen az országos bajnokságon. Milyen szintet, milyen színvonalat képviselnek ezek a fiatalok? A szint meglehetősen vegyes, tehát vannak olyan sakkozók itt, akik már nemzetközi értékszámot is szereztek, és vannak olyanok, akik még az iskolában, szakkörön ismerkednek meg a sakknak a szépségeivel, tehát a mezőny meglehetősen heterogén, vannak olyanok is, akik országos szinten az élen vannak, és vannak kezdők is. Ez jó gyakorlási lehetőség valamennyi ügyüknek. Ön itt oktat sakkot ebben az intézményben, mennyire fogékonyak a legkisebbek a sakra, mennyire nehéz velük megszerettetni a sakkot? Rendkívül kellemes élmény itt tanítani. Egyrészt azért, mert az iskola rendkívüli körülményeket teremt a sakkoktatáshoz. Egyszerűen fogalmazva minden létező feltételt megad, ami szükséges. A másik pedig, hogy a gyerekek sakkoktatásának van egy kiépült palettája. Többen oktatunk itt, megvan ennek a megfelelő lépcsője, vannak, akik a lépést tanítják a gyerekekkel, vannak, akik a kezdőkkel foglalkoznak, én a haladókkal vagyok, és óriási élmény őket tanítani. Őket már igazán elkapta a sakk szeretet, a sakknak a heve, ők mondhatni egy nappal látéve szenvedélyesen sakkoznak, sőt, kiemelkedő eredményeket is érnek el. Mikor dől el, hogy valaki versenysakkozó lesz, vagy pedig megmarad hobbi szintű sakkozónak? Akkor, amikor igazán beleéli az ember magát a sakkba, és amikor beleéli, megismeri és meg is szereti. Ez személyes tulajdonságnak a kérdése. Ha valakit megérint a sakk, akkor azt megismeri és meg fogja szeretni, és szenvedélyesen fogja szeretni. Ezekből versenysakkozó lesz. Hála Istennek itt nagyon sok ilyen gyerek van. Tanév végéhez közeledünk. Ebben az évben milyen megmérettetések várnak még az itt tanuló gyerekekre? Már lezajlott valamennyi diákolimpia, egyéni, amatőr, profi csapat. Az évben, a tanév végéig már túl sok verseny nem lesz, hanem június 29-től július 5-ig rendezi meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkszövetség a nyírségi torna nemzetközi sakkverseny, és a legjobbaknak ott lesz megmérettetése. Néhány fiatalembernek, aki minket itt figyel, bízok benne, hogy nemzetközi értékszámukat nagyszerű mértékben gyarapítják. Ovi foci pályát adtak át Kécsén. Az országban ez volt a 97. Az Ovi foci alapítvány szeretné elérni, hogy az év végére már 140 ilyen pályán focizhassanak a gyerekek. Kécsén 2010-ben adták át az új óvoda bölcsöde épületét. Az Arany Laci Művészeti Óvoda és Egységes Óvoda bölcsödében az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel történik. A gyerekek ismerik Kodály Zoltánt, Bartók Bélát, az általuk gyűjtött népzenéket, a néphagyományokat, népi kismesterségeket. Lokálpatrióta gondolkodásra tanítják a gyerekeket, hogy segítsék a helyi értékek megőrzését. Az ország 17 óvodája közül a Kékcsei az egyik, amely művészeti modellóvodaként működik. Most az intézmény a Nemzeti Ovi Foci, Ovi Sport program keretében egy új focipályával bővült. Nagy öröm számunkra, hogy újból átadási ünnepséget rendezhettünk az Arany Laci Művészeti Bázis óvodában. 2010-ben épült az óvodánk, és nagyon-nagyon megbecsült óvoda. Még szinte olyan, mint egy új óvoda, akit most adtak át. És most nagy öröm számunkra, hogy az Ovi Foci programba nyertünk szintén egy pályázatot, ahol a gyerekeknek egy svájci műfűves pálya áll a rendelkezésére, hogy ezen tudják a sport élményét megismerni. A mozgáskoordinációs fejlesztések mellett a személyiségfejlesztés is nagyon fontos, elsajátítani a csapatszellemet, a csapatjátékot, és erre még nem volt lehetőség. Azt tudjuk, hogy a sport szeretetét már gyermekkorban kell elkezdeni a gyerekekkel megszeretetni, lehetőséget kínálni nekik, számukra mutatni a helyes utat, hogy mi az, ami legkedvezőbb nekik. Szeretnénk azt, hogy Kécs egy 1650 lelkes település, 85 óvodás gyerekünk van. Szeretnénk nekik olyan körülményeket és lehetőségeket nyújtani, mint bármelyik városi gyermek megkap. Én azt gondolom, hogy sok gyereket neveltünk innen ki, a Hajdú László is innen származik, és a repülypába válogatójába is bejutottak a Gerzsenyi Anda és a Horváth Bálint, tehát itt is vannak tehetséges gyerekek, ők is megérdemlik. Én nagyon köszönöm azt, hogy a vállalkozók a társasági adójukat erre a célra ajánlják fel. Nagy szükségük van erre most az önkormányzatoknak,
kapnak, hiszen mi egy minimális önrészt tettünk ehhez a létesítményhez. Ezt nagy szeretettel és nagyon szívesen adja a képviselőtestület, hiszen ők elhivatottak, nagyon elhivatottak az oktatás, nevelés és az egészségügy iránt. Kékcse minimális költségvetéséből erre mindig biztosít forrásokat. Célunk, hogy hátrányos térségekbe is eljussunk, és ott épüljenek pályáink, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeket is, illetve az ő igényeiket ki tudjuk szolgálni. Magának a pályának a méretei az 6x12 méteres, a magassága az 4,5 méter, a műfű az Svájcból származik, az eszközöket pedig Olaszországból rendeli az alapítvány. Maga a pályázat az úgy működik, hogy egyházak, óvodák, magánóvodák pályázhatnak alapítványunknál, hogy szeretnének pályát építetni, és akkor egy pályának a költség az 8,5 millió-9 millió forint, és ez úgy áll össze, hogy van egy önkormányzati önrész, illetve vállalkozások a társasági adójukból ajánlhatnak föl támogatást, és én azért felelek, hogy a vállalkozásokkal tartsam a kapcsolatot, és ezt koordináljuk, hogy minél több helyen megépülhessenek ezek a pályák. A Kékcsé a 97. ovi foci pálya az alapítvány életében, és az a célunk, hogy év végéig 140 pályát átadjunk. Mindig nagy öröm és megtiszteltetés pálya átadóra érkezni, hiszen mindig kedves emberekkel, lelkes gyerekekkel találkozunk, mind a gyerekek, mind az önkormányzati dolgozók, az óvodapedagógusok, szülők visszajelzése mindig pozitív. A gyerekek nagyon szeretik, és nem csak focizni szeretnek, hanem kézilabdázni, kosarazni, tollasozni, teniszezni, olykor csak fogócskáznak, vagy kidobós játékot játszanak, vagy sorversenyt. Tényleg mindig jó érzés, hogy jövünk pályát adóra, és csak vidámság és öröm van ilyenkor. A gyerekek nagyon örültek. Először, mikor meglátták, ugye kezdődött a lepakolással, már az egy gyereknek egyből kíváncsivá teszi, és kérdésekkel őzön, minek az, és ha így, és hogy pláne, különösen a fiúkat, hát akkor még nem tudták, és mondtuk, hogy ebből ez focipálya lesz. Hát ők csak ugye arra hagyományos futballra gondoltak, és már akkor majd az ő apukája jön, és megtanítja, mert nem tudjuk a szabályokat. Ő már tudja. Úgyhogy kaptunk kioktatást, kérdést, mindent ömleszve, és mindig már nem jöttek. Most megért nem jöttek, miért nem jöttek, és miért nem készül már el? Ez idáig folyt. Szerencsére elég hamar elkészült ez a gyönyörű pálya, és akkor pedig jött a minek, hogy mikor megyünk, mikor lehet. Természetesen kaptunk mi is egy képzést, egy egésznapos gyakorlati és elméleti képzést. Nagyon sok újat tudott nyújtani számunkra a képzés is. Olyan új dolgokkal ismerkedtünk meg, amit hogy lehet például a fociba karöltve a gimnasztikát, az erőnlétet fejleszteni, a kitartást, az egymás elfogadását, tehát a társas kapcsolatokat nagyon jól szolgálja, ami pedig a gyereknél nagyon nagy probléma most, ugye a konfliktusok elviselése és a problémák megoldása, itt viszont muszáj neki a többiekkel együtt dolgozni. Az új ovi foci pályát a gyerekek már igénybe is vették, és láthatóan nagy örömük telt a mozgásban. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!